Közel 1 millió 50 ezer egyéni munkaszerződést függesztettek fel Romániában a szükségállapot kihirdetése óta. Az aggasztó statisztikát tegnap közölte a Munkaügyi Minisztérium. A szaktárca adatai szerint a legtöbb munkaszerződést, mintegy 324 ezret a feldolgozóiparban, 199 ezret a nagy- és kiskereskedelemben, illetve az autó- és motorkerékpárjavító szektorban függesztették fel, közel 120 ezret pedig a szálloda- és vendéglátóiparban. A munkaügyi tárca emlékezteti az érintett vállalkozókat, hogy amennyiben részben vagy egészében fel kellett függeszteniük tevékenységüket a szükségállapot miatt, illetve bevételeik jelentősen csökkentek a járvány következtében, egy kérést és egy egyszerű nyilatkozatot kell benyújtaniuk a megyei munkaerő elhelyező ügynökségekhez. Ehhez csatolni kell azon munkavállalók névsorát, akiket kényszerszabadságra küldtek, így hozzájuthatnak a kormány által folyósított támogatási összegekhez.